Tegnap előtt megérkeztek a Division Rivals jutalmak, ami miatt 16 ezer universal tokennel rendelkezünk. Ezt fogjuk elnyitogatni, spoiler, egy óriási legendát sikerült megszerezni. Emellett pedig a nyitásoknak köszönhetően ma a csapat hatalmasat fog erősödni, mivel két 101-es alapjátékossal bővítünk. Ezzel a csapattal fogjuk megkezdeni hódításainkat, Road to the FIFA Champion. Ahogy ígértem, a mai videót ünnepléssel fogjuk kezdeni, és természetesen ennek legjobb módja a Pack Opening, szóval egy 3000-essel fogjuk kezdeni, mert garantáltan kapunk 96-osat. A kérdés az, hogy ki lesz ebből a szerencsés nyitás. Hát remélhetőleg nem tudom, nincs amiben reménykedni, itt a 96-os már alapból jó opció. Elem, Nice, nem tudom, ez egy 96-os diop, tökéletes, most őszintén jobbra nem várunk. Egyébként nagyon közel járunk a tízezer feliratkozóhoz, amire van egy meglepetésem, szóval érdemes csatlakozni. Trédeből csomaggal folytatjuk az ünneplést, nyilván 4000-es csomagból csak ez a Hall of Legends van, jelenleg készleten szóval ebből tudunk nyitni, reménykedünk egy jó nyitásba, már a Volkauti onak számít, az a lényeg, hogy egy kis pénzt tudjunk innen szerezni. Valamiért lassú persze, Na most talán van esély, nézzük akkor! Hall of Legends! És walkouttal kezdünk, nagyszerű. Argentin középvédő. Raising, ez argentin ligás szóval nem hiszem, hogy nagy. Egy 93-as szigáli. 7 millióért tudjuk exchange-elni, ott éri meg ugye a legjobban beváltani. Hát nem azt mondom, hogy életem csomagja volt, de kaphattunk volna 91-est is belőle, szóval 7 millióért szépen beváltjuk, és ennyit tudtunk ebből kihozni, 7 millió plusz ezzel 330 millió zseton áll rendelkezésünkre. És akkor Division Rivals jutalmak, Először versus kapjuk meg ezeket a csodás pontokat, 3000 universal token, mivel World Class 1-be feljutottam a nagy végén, hú hát itt milyen meccsek voltak, nehéz volt. Na de a többi is érkezik szerencsére, menedzser mód, illetve head to -head. hát a menedzser módban katasztrofális szezonom volt, de nem lényeges, most igyekszünk jobbat nyomni, és itt kapunk a head to -head köszönhetően 4 darab, 4 darab 9 játékost, hát ez nagyszerű. Ezek majd mehetnek mind exchange-be, akár coin exchange-be is jók lehetnek, mivel ugye trade-ből játékosokat kaptunk Division Rivals-ben. Meglátom, mert más exchange-ekbe is használt veszem ezeknek a játékosoknak is, akár legyenek 80 alatt. Szóval most, hogy van 16.000 pontom, azt a jobb sarokban láthassátok. El kéne ezeket költeni, ahogy láthassátok a jutalmak frissültek a sztorban szóval. Frissültek idézőjelben, mert semmi sem lett jobb, mint az előző szezonban, tipikus Ié. -E. Most, hogy van a narancsárga pajzsunk, így ezt a 10 pontos maskeránót talán megérheti kiváltani, meglátom, ha szükség lesz rá, akkor majd kiszedjük, de egyelőre talán nem sürgős az ő kiszedése. És az ötlet az, hogy ezekből fogok nyitni, mert innen nagy valószínűséggel a játékosokat be tudjuk tenni extra time-ba, ami nagyon fontos, mert a fő pénz, a fő pénzforrásunk onnan fog jönni. Tehát 96-os kell legalább, skót nemzetiség. Csatár, kérem szépen, Nikon! Ez egy 101-es játékos lesz Dáglis személyében! Hihetetlen! Miért pont az antré csomagokból kell ilyen jókat nyitni? 101-es Dáglis! instant csapatba való játékos. Hát milyen ironikus, van egy 98-as alapdáglisunk, öt kell felfejlesztenünk 101-esre, Isten mekkora nyitás megint, miért török ki az antré csomagokból? 101-es nyitás, hát ezt nem fogjuk felülűberelni semmivel. Most olyan gondom van, hogy kellenének a trédeből játékosok szóval, ezért fogom ezeket a csomagokat választani egyből rossz ötlet, mert egy 92-es Bruno érkezett. Jó, nem, megyünk az extra time-ra, srácok, maradunk az alaptervnél, 3500 pontokat fogunk elkölteni. Bár ez a csomag is nagyon vonzó, de miért viszik le a limitet 99-esre? Akár milyen jó 99-es nyitasz, most 50 millióért tudod legfennebb eladni, jó, hogyha nem nyitasz egy Messi-t vagy de na. Jó, az alaptárv, még két darabot tudunk nyitni ebből a csomagból. Lássuk egyből, Volkaut nyilván. Belga nemzetiség, Center Forward, ez egy Mertens lesz, és 97-es értékelés. Na, gyűlögetnek a jó játékosok. Utolsó ilyen csomag, 96-ost kérek. Megint, hát ha lesz rá esély. Szlovén, Lefbeck. 96-os lesz mégis. Azt hittem kapus előre, azért nyomtam el, hogy left back, de egy 96-osat kaptunk innen, ez eddig egy nagyon jó csomagnyitogatás, csak sajnos ezekből a csomagokból kifuttunk, szóval megyünk is a trédebölökre, reménykedek egy volkautba, bár eddig amilyen szerencsén volt innen. Walkout van, ez lehet jó is, Georgia, striker, és ez egy 99-es karáckeli... 93-as sem, bocsánat, bocsánat, hát vertek minket. Pedig hab lett volna a tortán egy 99-es karával zárni. Nos, akkor két teendőnk van. A védő megvásárlása előtt először is dáglist be kell építenünk, vagyis be kell tennünk a csapatban. Szóval ez annyit fog jelenteni hátrányként, hogy rengeteg maszkeránot fogunk most felemészteni, gyors renkapolás következik. Egyelőre ezen a szinten hagyjuk, majd hogyha még szerzünk egy maszkeránot, akkor változik persze a helyzet, megkapja majd a 105-ös rankot is. A jó hír az, hogy nagyon-nagyon vártuk ezt a pillanatot, meglettünk 103-as rétingűek. Nagyszerű hír ez a csapatnak, szóval örülünk. Sokat dolgoztunk ezért. Jöhetnek a skill pontok, én a shootingra fogom ezt tenni. A csatárunk lőjön már nagyon jól. Már is 116-os a lövése, de még nem végeztünk. Most fog következni a training szint áttétele, hogy is legyen, hogy jó legyen. Először is, amit tudunk, azt Daglisra átteszünk. Remélem jól csináltam a dolgokat. Jól úgy tűnik, és akkor egy statisztikai áttekintés. Jelenleg gyengébb, mint az eredeti dáglis, de változni fog, amint meg lesz majd a 25-ös tréning szint rajta. Szerezzünk be egy maskeránót. Tehát egy kicsit drága lett az exchange, úgymond betettem egy 92-est, 3.90-es egy kisebb értékelés, de ezzel meg is lesz majd a 105-ös dáglis. Mehet is a piros rankrán és természetesen ezután rápakolom az utolsó skill pontot is, amit rá tudok tenni. Finisért csinálunk belőle. Már is shootingban utolérte elődjét, de még örökké tudunk tréningelni rá, csak ki kell választanunk egyszer a transfert természetesen. Hát minden rank le fog fogyni most itt Dálisról, de nem baj, ez a cél, hogy tudjuk Dáglist eladni a 102-es verzióját. Mondom, még örökké nagyon ironikus az, hogy saját magával tréningelem, de nem probléma. A jó hír az, ahogy láttam, meg lett a 150-es shooting nála. Nézzük meg, hogy tévedek-e. Hát egyáltalán nem 150-es shootinggal rendelkezik Dáglis. Emellett jól cselez, jó a fizikuma és gyors játékos is. Ilyet ezt nem fogjuk bevállalni. Viszont itt még a fejlesztéseknek nem lesz teljesen vége. Meglássátok miért. Most először is akkor kolert is cseréljük le. Jelenleg ezek az elérhető védőink a transfer marketen. Az a baj, hogy kiszemeltem Schlotterberket, akinek felment az ára egy picit, amire nem számítottam. Na, mi az, hogy 170 millió múltkor annyi volt az ára szinte, mint Cannavarónak. Szóval, ha megvenném most piros rankon, az szinte 300 millió mínuszt jelentene, viszont ha Cannavarót venném meg piroson, az félmillióval olcsóbb, szóval na necces ez az egész, de az a szerencsém, és most megbízok bennetek, hogy sokan azt írták, hogy Cannavaróval nagyon elégedettek vagytok, én megbízom bennetek, tudom, egy picit alacsonyabb lesz, mint például Saliba, akit szintén sokan ajánlottatok, de azért most nem adhatok ki 257 milliót egy Ferdinándért, az sok pénz felek költségvetésem elmenne, szóval szinte minden pénzemet belefektetek egy piros renkapolt kandaváróban. Piros játékost nem igazán szoktam venni, most változik a helyzet, lássuk. Na szóval sikeresek lettünk végül is, mert eladtuk douglas 85 millióért, ezzel 185 millión áll jelenleg az egyenlegünk, mivel ugye megvettük 250 millióért a pirosan renkapolt Cannavarot. Az érdekesség az, hogyha meg akartuk venni a sima Ferdinándot, akkor ugye ennyinél még több pénzt kellett volna kiadnunk, szóval okosan kell vásárolni. És amíg itt én beteszem szépen Cannavárót a csapatban, azt elmondanám, hogy sokan írták ugye Szalivát, vele az a baj, hogy egy rétingel kisebb, és most azért hajtok rá egyébként a 101-es játékosokra, mert tudom, hogy őket egy darabig nem kell lecserélni, szóval ez a jó bennük. Egy training transfert megint megállítunk. Az a baj, ezzel nagyon elfogytak a Training pontok, de nem baj, még szerzünk. És akkor gyors skillezés, defendingre tesszük, és majd a no nonsense center backre, és végeredményben statisztikákat nézzünk akkor. Hát először is 153-as defending, szerintem ide nem is kell nagyon akármit is mondanom. Ez társul egy 134-es fizikummal, 111-es futással védőlétére. 86-os passzolás az nem annyira fontos. Nem egy csúnya szám szerintem. Itt amit Fabio Cannavaro-nál látunk. Összességében egy nagyon stabil védőnek tűnik, arra viszont kíváncsi leszek, hogy mit tud a 176-os centiméterével majd csinálni. Ugye fejeléseknél egy kicsit problémás lehet, főleg akkor, amikor majd nálunk a hazai kapunál lesz egy szöglet, és ki kell védekeznünk, akkor Cannavaróra talán kevesebbet számíthatunk, de ez majd hamarosan kiderül több head to -head mérkőzésen is. Ugye a cél az az lesz, hogy feljussunk a FIFA championben ebben a seasonben ezt el is fogjuk hamarosan kezdeni. De még itt vannak teendők, de először lépjünk be a sztorba. Az a baj, hogy nagyon-nagyon elfogytak nekünk ezek a pontok, amik kellenek. Ó, fene vigyen. Most kelleni fog nagyon a training pont. Meg is mutatom, hogy mik a tervek, mert múltkor körbenéztem a csapaton, és észrevettem, hogy itt most ki tudjuk használni nagyon a training transfereket. Válasszunk ki olyan játékosokat, akik nekünk nem kellenek a csapatba, mint például Zádes. Mi az érdekesség benne az, hogy van rajta 20 rang, amit át kéne transferelni. Válasszuk Kannavárót, átteszünk belőle néhányat, ezzel már is csak 100 pontot veszítünk egyszer is, és fejlődik Kannaváró egyet. Az, hogy milyen statokban azt itt láthassátok, pont a fontosakba a Defendingbe és a Fizikumba. Szóval ez egy jó tréning volt, következőt, amit megcsinálunk, azt daglisra tesszük, és hogy ő miben fejlődik, azt hamarosan szintén megtudjuk. Dribbling, fogjuk rá, hogy fontos. Mojkára átteszünk mindent, az 300 transferpontba kerül. Jó, hogy megvettem másfél millióért a dolgokat. Mojka mennyire lesz gyors? 137 plusz 6, 143-as lesz a pésze. Hát őt nem szabadna lefussa senki sem. Hát ez eddig nagyon jó. A kérdés az, hogy még van-e valaki véletlenül tréning szint. Nem valószínű egyébként, de gyorsan körbefutom ezt tudtuk kihozni most a csapatból. Statisztikailag is szerintem egy elég érdemi fejlődést tudtunk létrehozni. Szóval más dolgunk nem is nagyon maradt, mint hogy gyorsan még egyszer végigfutok a játékosok statjain. Hát a darklist, ugye már az előbb is kiemeltem a 150-es shootingot. Más attribútumokban és traitekben például hát nem tud ugye továbbra sem ő power header, de nem annyira baj, mert a fő fejeléseket, amik könnyűek, az befejeli, és egyébként nem is nagyon hozom fejelési helyzetbe őt. Workrétekben a támadás, hogy nyilvánvalóan high of védekezésben medium, szóval ott is be tud segíteni. 5 per 5-ös fut továbbra is dáglisnál. szóval igazából róla ennyi. Egyfajta stabilitása is kellene legyen a 103-as fizikumával. Akkor vissza cannavaro aki 155-ös defending rendelkezik valami elképesztő, és emellett a labdavezetéssel sem hiszem, hogy problémái lesznek a 110-es tulajdonságával, 136-os fizikum, 111-es futás, remélhetőleg ezt meg fogjuk érezni hamarosan, head és akkor Moika 143-as Space, 133-as Defending, 109-es fizikum. Hát remélhetőleg most már ő is azon a szinten lesz, amit elvárok tőle, nem mintha eddig nem lett volna. Közel sem jó játékos. Division Rivals, ugye visszaestünk head to Head-ben Legendary 2-re, mint ez szokás az IJ-nél, szóval innen fogjuk a mérkőzéseinket lejátszani. Pontosabban mára még csak egy mérkőzés tervezek, és az ellenfélnek sem lesz gyenge a csapata innen ezekből a statokból kimutatóan, de pontosabban meg tudjuk most. Jaj, egy probléma, elfelejtettem átállítani a grafikát, bocsi. Így egy 102-es Sonáldó, mellette van egy Riberi is, aki szintén erős. Na hazai pályán, mi vagyunk, lássuk. Nem belé, Dáglis. Van egy ötletem, mit fogunk kipróbálni? Ramirez, Dáglis. De mi történik? Talán blokkolt, jó, egy szög következünk. Cannavaro felé a labda. Cannavaro debütálásán gólt szerezhetett volna. Hát újra próbáljuk. Most Fandyk felé a labda. Másik Fandyk lefejeli, Ribery. Beleblokkol Vieira-ba, de megszerezzük. Ramirez. Vissza Adunk egy. Malen. Cannavaro megmutassa, hogy miért egy jó védő. Riveri másodjára jó felé adja a labdát Dembélé, vissza Dáglisnak. Egy de Guardiol nagyon támad minket, nem baj, szélen, üresen, ott van Riveri. Egy power shotot megpróbálunk, ami hiba, nem hiba, bemegy! Frank Ribery! Nem tudják blokkolni a Pavel nagyszerű. Hát egy pillanatra megjettem, hogy ott Dilorenza egy nagyot fog blokkolni, de nem. Ribery! Power bent van a labda a kapuba, egy nullára vezetünk, jól van, nagyszerű. Eddig jól játszunk. Kifejezetten. embelé. Vissza Douglasnak, elnyomunk egy cselt, és elmennek. Középen Rice. Lefutja a Van lefutnál, Lefutná, csak ott sajnos sokáig vetődik. Nyilván fájdalmában gondolom. Dáglis megszerzi a labdát, Rice. Riveri. Duplázásra hajtana, de inkább adjunk egy paszt Rice-nak! Nem hiszem el, hogy nem tudjuk lövőhelyzetben hozni, pedig mekkora helyzeteket alakítunk ki. És ezek most az ellenfél pillanatai lehetnének, de van nekünk egy Ramirezünk is a középpályán, aki szintén jól védekezik. Tehát a félidőben az 1 0 állás szerintem teljesen jogos. Nézzük tovább, második fél idő mit hoz számunkra. Riveri próbálkozik egy labda hoppá, hoppa, tácsúszunk. Vieira. Be fog cselezni, szerű nagyszerű labdaszerzés, Moiká, most Moikát is sajnos leszerelték. Fandyk, ott van. Kérem, a labdát. Rúgjuk fel, jó. Daglis. Rotterberg jön ki. Ami jó, mert helyet csinál nekünk ott elő. Riberi. Vissza Hamarába akartam adni a pasztot Ramireznek, mert segített, vagy Dembelének, nem látom pontosabban. De ez a labda a miénk. Jó, Moikával kell okosan tacsot bedobnunk. Csinálják is a helyet Riberinek, Ramirez. Naider jól becsúszik, sajnos. Így egy jó helyzetet adunk az ellenfélnek, a mi jó helyzetünkből. Laudrupot visszahívjuk, Kannaláról kitámadnánk. Új, hát az baj, de Laudrup visszajön. Laudrup, köszönjük szépen, most megmentettél minket egy hatalmas hely, lehetőségtől az ellenfél részéről. Hát, elbíztuk magunkat szerintem most a második fél időre. Vissza is állok defendingre, mielőtt valami hatalmas problémát okoznánk magunknak. Ika, kitámadnánk. Schneider adja szépen okosan Malennek, de ott van nekünk. Íj, Van Dijk, megint egy jó blokk. Kapus meddig meg kéne annan fogja, hanem Cannavaro felrúgja, jó? Megint veszélyes helyzetet okoztunk saját magunknak természetesen, mert hát mi ezt szoktuk csinálni, Guardiol jól kitámad, viszont a labda nálunk. Dembélé, Schlotterberg kell vívna meg egy pár harcot a labdáért, de Schlotterberg erősebb. Ramirez vissza, okosan, de ne annak adjuk, jó, megvan a labda még továbbra is. 90. Rannaváról e... a Navarónak hányos volt a passzingja. Most miért kapna szabad rugást? Jó, egyre tesszesebb a mérkőzés. Valakit be kéne futtatsunk a kapuba, sorfalt feloszlassuk, talán nem lesz olyan sutyó, hogy a kapuba rugja a labdát, vagy nem tudom. Ez veszélyes szituáció. Jó, felfejeljük, és Rice természetesen nem fut rá a labdára, hát miért is futna, Fandálik ott van, és. 1-0. Ezt a második félidőt újra nem játszanám többet, mert nagyon gyengék voltunk, talán el nagy képüsködtük is, de a lényeg az, hogy miénk a 10.000 kupa Road to a FIFA Champion továbbra is. Visszatérve, a csapatot nagyon erősnek éreztem, most képpen egyébként Fandalkot tudom kiemelni, hogy Mennyire ott volt, amikor ott kellett lennie, Laudrupnak is volt egy hatalmas védése, és Ribery a meg megoldotta a mérkőzés eldöntését. Most Dáglisnak annyi szerep nem jutott, de ez nyilván az én hibám is. Vele nincsenek gondok, eddig sem voltak. És ez az upgraded verzió, bízom abban, hogy rengeteg gólt fog még szerezni a mi csapatunkban. Szóval srácok, a mai videó ennyi lett volna. Szerintem egy hatalmasat tudtunk fejleszteni a csapaton. Azt is látom egyébként, hogy nagyon közel van a 104-es team overall is. Van 200 millió zsetonunk, hogyha eladom Kollert a következő részre, szóval pénzügyileg jól fogunk állni, és várjuk a Retro Star ami hamarosan érkezik. Köszönöm szépen srácok a figyelmet, találkozunk hamarosan. Sziasztok!